köszöntjük a hallgatóinkat. Ez egy nagy beszélgetés Bán Izsák atyával, a Bakonybéli Szent Mauricius Monostor perjelével, én pedig a kérdező való Szilvia vagyok. Izsák atya tavaly nagy csütörtökön tele volt a Monostor, tele volt a környéke, hagyományosan több százan vesznek részt a ti szent háromnapi szertartásaitokon. A mai napon üresek Bakonybél utcái, üres a templom, ti magatokban lesztek. Milyen érzés? van benne egyfajta szomorúság, nehéz lesz úgy ünnepelni, hogy csak mi jelenítjük meg Isten népét. Nagy csütörtök az a közösség ünnepe, az utolsó vacsora, az eukarisztia szerzésének az emlékezete, amikor Jézus maga köré gyűjti az ő tanítványait. Úgyhogy hiányozni fognak az ismerős arcok. A másik oldalon viszont van bennem, bennünk, bakonybéli testvérekben egyfajta várakozás, hogy ez egy új helyzet lesz, így még sosem ünnepeltük a húsvétot, és azt gondolom érzek egy kicsit talán nagyobb felelősséget is, amiatt, hogy most mi olyan kivételes helyzetben vagyunk, leszünk, hogy megad megadatik nekünk, hogy ezeket a szertartásokat megéljük, és hogy ezeket a napokat, Teljesen a, a, a titoknak, az Isten jelenlétének szenteljük, hogy ezt mások helyett is, másokért is tesszük szerzetesként, hogy ott kell lennünk szívvel, lélekkel ezekben a szent időkben, ezekben a kitüntetett pillanatokban. Te jobban félsz át a haláltól, mint ha tavaly húsvétkor? Hát erre nehéz úgy válaszolni, hogy az ember tényleg ott legyen a válasza mögött. Úgy spontán azt mondanám, hogy nem, nem félek a haláltól. Nyilván ezt könnyű mondani akkor, amikor az ember úgy érzi, hogy, hogy ez még egy viszonylag távoli valami. Foglalkoztat a halál, hol jobban, hol kevésbé. Most, amikor ez az egész vírus helyzet elkezdődött, így érezve a saját egészségi állapotomat, érezve ennek a helyzetnek a különlegességét, közelebb jött ez a téma, mint, mint általában. Én úgy gondolom, hogy a húsvéti szent ünnepek, azok mindig egy, egy, nagyon erős meghívást hordoznak magukban arra nézve, hogy az ember a saját halálával és örök sorsával is jobban foglalkozzon, hiszen a feltámadást ünnepeljük, azt ünnepeljük, hogy a mi halálunk, az, az, bele van ágyazva Jézus halálába, és nem valaminek a vége, nem az elmúlás, hanem egy, egy kapu, egy másik életre való megszületésnek a pillanata. Úgyhogy röviden válaszolva nem gondolom, hogy jobban félnék most a haláltól, mint egy évvel ezelőtt, de így a Szent Három Nap kapujában ez a téma sokkal jobban jelen van, mint az egyébként pörgős munkás hétköznapokban. Mi a helyzet a többi testvérrel vannak, akik idősebbek, akik akár veszélyeztetettebb korcsoportba is kerülhetnek? Hogyan élik ők meg, vagy hogyan éli meg az egész közösség ezt az elzártságot? A életkorunkkal szoktunk viccelni, hogy nálunk nincsenek idősek, csak korai időskorban lévők. Hála Istennek azért az általános fizikai és, és lelki állapota a közösségnek nagyon jó. Jó hangulatban, jó kedvel éljük meg ezeket a napokat. Elfogadva a, mindazt a lemondást, amivel a mostani helyzet jár. És hát jobban figyelünk arra, hogy, hogy egymástól nagyobb távolságot veszünk az imádságon, többször mosunk kezet, és minden egyéb dolog, amit javasolnak ilyenkor, viszont azt is kimondtuk az elején, hogy mi úgy megyünk bele ebbe a helyzetbe, mint egy család, tehát mi kilencen viccesen azt szoktunk, hogy mi egy vírus tenyészet vagyunk, tehát hogyha itt valaki elkapja, akár hogyan is bekerül, akkor, akkor vállaljuk azt, hogy, hogy akkor valószínűleg mindannyian el fogjuk kapni, és igyekszünk majd egymást ápolni. Van egy ciklusa, vagy egy ciklikussága ennek az egész járványnak, én úgy látom, először a többség bagatellizálta a járványt, aztán elindult egy ilyen harag, ahol elkezdtünk másokat okolni, aztán jött a depresszív fázis, hogy túl késő, semmit nem lehet kezdeni, és talán, mintha most el, az elfogadás fázisába érnénk, hogy megpróbáljuk az életünket ehhez alakítani. Mit gondolsz erről, hogy látod ezt? Hát ugye ezek egy gyász folyamatnak a klasszikus fázisai, és most azt hiszem, hogy hogy ez egy nagyon fontos téma, hogy a, a világ, a nyugati világ, a nyugati embernek el kell gyászolnia azt az életét, ami a vírus előtt volt. Középtávon mindenképpen, tehát hasznos ezeken végig menni, ezt nem lehet megspórolni, azt majd látni fogjuk, hogy, hogy, hogy hosszú távon mit jelent ez. A gyász azonban az elengedéssel mindig annak a lehetőségét is hordozza, hogy valami újra meg tudunk nyílni. Úgyhogy ezeken a fázisokon szerintem szükségszerű végigmenni. A bezártság egyébként, tehát az is érdekes, hogy a, a szerzetesi hagyomány az, az ismeri azt a helyzetet, amikor valaki a világból, hirtelen a, mondjuk a sivatagban, a pusztában vagy egy szerzetesi cellában találja magát, és, és ennek van egy célja, hogy miért kell neki ott lennie, hogy miért szeretne ott lenni, és ebben a bezárt helyzetben rátámad különböző Hát azt mondták a sivatagokat, hogy különböző démonok támadnak rá, és ezekkel a démonokkal kell megküzdeni. Hát erre nekünk azért van sok 1500 éves szövegünk, vagy, vagy 1500 év hagyományából sok jó tapasztalat, know-how. Azt lehetne mondani, hogy, hogy, hogy mit kell kezdeni egy ilyen helyzettel. Nem mehetünk oda, hova akarunk, nem találkozhatunk azokkal, akikkel szeretnénk, nem csináljuk azt, amit. Megszokottan csinálunk, vagy nem vehetjük meg azt a terméket, amire vágyunk, átalakult az életünk, és napi szinten azzal találkozunk, hogy kicsúsznak a kezünk közül ezek az események, nem vagyunk az urai annak, ez egy kiszolgáltatott érzés. Ezt ti hogy élitek meg, te hogy éled meg, és hogy látod, hogy mások, akikkel beszélgetsz, hogy élik meg? Azt hiszem, hogy az életünk nagy részét egy hamis kontroll. Tudattal éljük le, hogy azt gondoljuk, hogy a dolgok a kezünkben vannak. És amikor történik egy váratlan esemény, akár egy személyes tragédia, vagy egy olyan kihívás előtt találjuk magunkat, amit nem tudunk megoldani, akkor nem történik más, mint hogy szembesülünk a valósággal, az igazsággal, ennek a helyzetnek a valós arcával. Az a része, ami számunkra, szerzetesek számára, hogy nem mehetünk akárhova, nem vehetjük meg. Tehát az, hogy mit nem szabad, hát ez, ez ismerős, mert a szerzetes életnek egy fontos témája a lemondás. Ami szerintem segíthet másoknak, vagy sokaknak, az az, hogy, hogy önmagában a lemondás az, az az embert frusztrálja, hogyha nem társul hozzá valami értelmes cél, tehát aminek az érdekében, aminek a kedvéért, vagy akinek a kedvéért engedek el dolgokat, mondok le dolgokról. Amivel azért mi is találkozunk, így talán a kontrollvesztés állapotával az, a, az, a, az, a, gazdasági oldala, hiszen a monostor nem csak egy... A monostor, mint szerzetes közösség, mint lelki, testvédi közösség, azt hiszem, hogy hát mint hal a vízben úgy van ebben a helyzetben, tehát ezzel nincsen semmi probléma. A Monostor, mint gazdálkodó egység, az nagyon komoly kihívások előtt áll, hiszen valóban nem lehet tervezni, az, amit eddig csináltunk, amit eddig, amiben jók voltunk, vagy amit tudtunk, az most használhatatlan. Ja, akkor azt is jól látni, hogy ez rengeteg kreativitást mozdít meg az emberekben, vagy bennünk, hogy mit, mit, mihet, mihez lehet kezdeni most, hogyan lehet jól reagálni egy ilyen helyzetre hogy ne csak elszenvedői legyünk annak, hogy most ez sincs, az sincs, amaz sincs, sincs, hanem menjünk elébe a dolgoknak, próbáljuk meg aktívan alakítani a saját helyzetünket. volt van a következő kérdés, hogy rengeteg vesztességünk van, és hogy mit tanulhatunk ebből, vagy hogy mi a következő lépés? Azt gondolom, hogy nem szabad bagatalizálni a veszteségeket, tehát nem szabad azt mondani, hogy lépjünk túl rajta, és nézzünk előre, és találjuk meg a jót. Tehát ez fontos, de hogy van azért egy első lépés, a, a megengedni magunknak azt, hogy fájjon, hogy szomorúak legyünk. A feldolgozásnak ez egy fontos, fontos lépése még akár a dühöt is megengedhetjük magunknak, hogy ez nem másokra irányul, vagy nem, nem egy hibáztatás, vagy egy, egy szerep származik ebből. Viszont ugye a veszteségek, hogyha tehát van ez a mondás, hogy azt vehetik el tőled, amit nem adsz oda, tehát meg lehet élni ezt a helyzetet úgy, hogy most az élet, vagy az Isten, vagy ö, nem tudom a sors, kinek mi, azt kéri tőlem, hogy én ezeket a dolgokat adjam oda, engedjem el, és nézzek rá az életemre úgy, hogy most egy csomó minden nincs, de mi az, ami pedig van, mert én nagyon mélyen hiszem, hogy a, az életnek az a természete, hogy az növekszik, az, az több akar lenni mindig, valahol mindig, tehát akkor, hogyha bizonyos területeken azt látjuk, hogy halál van, és hogy az élet elhal, és, és fonyad, vagy elsikad, hogy akkor is valahol, máshol az életünkben növekedés van, és, és szerintem ez egy nagyon fontos kihívás most, vagy egy nagyon jó lehetőség, hogy észrevenni, hogy hol tudunk most növekedni az élet melyik területén. Az is világosan kiderül számunkra, hogy mi és ki a fontos, hogy mi az a sallang, amit el tudunk hagyni. Szerinted, hogyha véget ér a járvány, akkor visszazökkenünk a régi kerékvágásba, vagy épp ellenkezőleg már semmi nem lesz olyan, mint régen? Sok múlik azon, hogy meddig fog tartani ez a, az állapot. Én a magam életében, vagy a saját életünkben azt tapasztalom, hogy most lehetőség van sok mindennek a kipróbálására, vagy a megélésére, amire azt gondoltuk korábban, hogy nem lehet. Hogy nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ennyi időt töltsünk ezzel, azzal, amazzal, nem mondhatunk nemet arra a megkérésre, vagy arra a megszólítottságra, hogy, mert ez dolgunk, ezzel foglalkozni kell. Most van egy különleges időszak, mint egy kis laboratórium igazából, vagy egy modellezési időszak, hogy most arra a kérdésre, hogy mi a dolgunk, bizonyos értelemben könnyebb választ adni, mert egy csomó minden nem kínálkozik, mint feladat. Most nekünk szerzeteseknek az a dolgunk, hogy itt legyünk, jelen legyünk, hogy imádkozzunk, és hogy egymással szép szeretetben megélt közösségben éljünk, és hogy az Isten országáról tanúskodjunk azokon a csatornákon, amik, amik most lehetőségként ott vannak, tehát az interneten keresztül, vagy telefonon keresztül. Én azt remélem, hogy ez elég mélyre megy, ez a tapasztalat ahhoz, hogy amikor egyszer majd az lesz, hogy, hogy hogy ezek a korlátozások nincsenek, hogy akkor ennek a tapasztalatnak a fényében szabadabban tudjuk azt mondani, hogy egy csomó mindent, amit korábban csináltunk, nem feltétlenül kell újrakezdeni vagy folytatni. Tehát könnyebb valamit nem kezdeni, mint a, a közepén abba hagyni. Úgyhogy ez, ez szerintem egy lehetőség. A kérdés másik részére pedig azt tudnám válaszolni, hogy hogy biztos, hogy a régi kerékvágás nem, nem lesz. Tehát, hogy, hogy teljesen ugyanoda visszamenni nem lehet, már csak világszinten is. Tehát, amit ez a jelen, jelen helyzet a, a világ mobilitásával, gazdaságával, egyáltalán az emberek mentalitásával, a bizalommal ö, ö, csinál. Azt, azt nem tudjuk most még pontosan ö, előre látni, de sejteni lehet, hogy, hogy ö, az a globalizált ö, életérzés az, az utána nem fog visszaállni. És amit még most így kezdek észlelni, hogy egy kicsit a, a, a mi világunknak a, a vallása, vagy valláspótléka volt a humanizmus. Tehát az, hogy... Ö, hogy az egyén mindenek felett, hogy azt csinálom, ami nekem jó, és az akkor jó, ami nekem tetszik, az szép, az egy ember az az abszolút érték az ő élete. És hogy most nagyon érdekes az, hogy a, a politikai vezetők döntései mögött, vagy az, akár az egészségügyi vezetők döntései mögött olyan alapvető filozófiai kérdések kerülnek elő, amik ezt a humanista etikát, humanista vallást gyakorlatilag az alapjaiban megkérdőjelezik, hogy, hogy milyen áron lehet megmenteni emberi életeket. Hány másik emberi élet árán lehet például, hogy, hogy az, az az egyensúly, ami az egyén és a közösség egyensúlya hagyományosan minden emberi kultúrában, az nagyon megbillent az elmúlt időszakban az egyén felé, és most a vírushelyzet ezt a billenést, ezt még inkább szerintem mindannyiunk számára láthatóvá teszi, és hogy ebből hogyan lép tovább az emberiség, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Igen, én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy ez egy ilyen halálos teszt, ez az egész ö, ö, karantén, hogy a sebezhetőség mellett azt is megmutatja, hogy mennyire egymásra utaltak vagyunk, talán még sose volt ilyen. Tehát együtt úszunk, együtt süllyedünk, ami Kínába történik, az Bakonybélben is látszik, és ö, jobb lesz-e ez a világ. Hát remélnünk kell, hogy jobb lesz, én azt remélem, hogy igen, ö, azért ez egy olyan... Ö, trauma az emberiség történetében, vagy most a legújabbkori történetben, hogy egy traumából azért általában jó dolgok is származnak, vagy jobb esetben jó dolgok származnak. Viszont rámutat, ugye amit a szent, Atya mondott, hogy azt hittük, hogy egészségesen élhetünk egy beteg világban. És az emberiség hatalmas... Teljesítménye, vagy az, ahova eljutott az emberiség, az amiatt van, mert az együttműködésnek olyan magas szintű struktúrái alakultak ki, világméretű struktúrái, amik ezt lehetővé tették. De az is látszik, hogy hogy a, az ilyenfajta uniformitás, vagy a globalizálás az, az egy nagyon nagy fokus sérülékenységet is eredményez. Tehát azt hiszem, hogy a a válság utáni helyzetben, ami már most látszik, hogy a, a helyi közösségeknek, a, a helyi szintű szerveződésnek sokkal nagyobb súlya lesz, és valahol talán a, a túlélésnek, vagy a tovább élésnek is ez egy, egy, egy feltétele lesz, hogy, hogy helyi közösségek tudnak e jól létezni, működni a maguk keretein belül. Egyelőre még nem ez a kérdés, egyelőre azt látszik a magyar társadalomban is, hát máshol is, hogy csoportok fordulnak egymás ellen. Az elején az időseket hibáztatták, hogy miért mennek ki, most megindult egy ilyen fiatal ellenes hang, hogy ők okozzák a járványt azzal, hogy császkálnak. Tehát azt is úgy is kérdezhetném, hogy lehet, hogy éppenségem minden sokkal rosszabb lesz? Én azt hiszem, hogy a, a, a krízis helyzet az mindig. Ö, felszére hozza a már meglévő törésvonalakat. A, ö, az természetes, hogyha az embertől valamit megvonnak, akkor arra ö, hát vagy szomorúsággal, vagy indulattal válaszol. Ez is a, egyébként a sivatagi atyák bölcsessége, az ugye azt mondja, hogy ö, ha valaki, ö, valaki ö, leteszi a kis játékszereit, a normál tudattompító mechanizmusait, és, és kimegy a semmibe, a pusztába, be van zárva, meg van fosztva az ő szórakozásaitól, akkor van egyfajta belső folyamat, ami végigmegy, és, és ennek a, a, jellemző állomásai, az első, hogy a, a, vágyaival kezd el küzdeni, például elkezd, tehát kísértés van arra, hogy nagyon sokat egyen, mi történt, első körben mindenki hatalmas élelmiszerkészleteket halmozott fel. Utána előjön a szexualitás, a nemiség, Öm, arról is lehet olvasni, hogy mondjuk mennyivel nőtt a magyarországi pornoldalaknak a nézettsége. Ez is egy szomorú dolog, azt hiszem, hogy, hogy mondjuk tehát így használják föl sokan ezt a most, adta, most adódó lehetőséget, vagy, vagy, vagy időt. És a következő állomás az pedig, amikor az indulatok támadnak fel, és, és a megfosztottság érzés az abban jelentkezik, hogy vagy a teljes lemondás, szomorúság, vagy pedig az indulat, hogy hát valaki ezért hibás, és arra haragudni kell, azt felelősség kell tenni. És a következő, a legutolsó fázis az pedig, a, amit úgy hívtak az atyák, hogy az akédia, ami így a, a depressziónak egy ilyen előszobája, amikor az ember vágyik mind arra, ami nincs, és utálja mindazt, ami van. Tehát az indulatnak és a vágynak egy ilyen együttes forrása. Én azt hiszem, hogy sokan ezeken a fázisokon mennek keresztül, anélkül, hogy tudnák ezt. És a, a kiút az, az csak is az, hogy, hogy magunkra nézni, belül keresni a, a megoldást. Mindenki saját maga tud tenni azért, hogy, hogy, hogy ez, ebből a krízisből jól kerüljünk ki. Az a döntése mindenkinek megvan, hogy jobb emberként akar a végén állva maradni, vagy pedig majd szégyelni fogja mindazt, amit ebben az időszakban tett. Ez így nagyon jól hangzik, de fölmerül a kérdés, hogy van ennek a félelemnek egy racionális és egy irracionális része, vagy egy, az, egy racionálisan túli része. Tehát hajlamosak vagyunk arra, hogy belepörgessük magunkat, olvassuk folyamatosan a híreket, csak a negatívumot halljuk meg. Mit javasolsz, hogy lehet ezzel leállni? Szerintem a félelemnek mindig van irracionális arca, hogy pont, pont, attól félünk, amit, ami, ami, nincs a kezünkben, tehát ami túl, túl, van azon, amit akár fizikai erővel, akár anyagi lehetőségekkel, akár józan észszel az ember be tud fogadni. Ugyanakkor a félelem mögött mindig van valamiféle üzenet. Tehát a, a, a félelem, mint minden, ami a lelkünkben, mint, mint készség vagy mint érzés megjelenik, ha Istentől jön, akkor annak akkor van valami üzenete, értelme, van mögötte valamiféle vágy. Tehát ezt keresni, hogy, hogy, hogy egyáltalán megválaszolni azt, hogy mitől is félek hogy az a, a legrosszabb forgatókönyv, ami bekövetkezhet ö, elveszíteni valamelyik szerettemet, vagy vagy meghalni, ö, hogy az mit tesz velem ez a forgatókönyv, hogy ez ö, a félelem sokkal rosszabb, mint maga az a dolog, ami, ami bekövetke, bekövetkezhet. És a félelem ellenszere a, a bizalom. Ö, azt hiszem, hogy ennek a mostani helyzetnek a nagy-nagy sötétsége, ami az emberiségre vetül, ami a kapcsolatainkra vetül, az a félelem, az egymástól való félelem, ö, hát ha te vagy az, aki megfertőzöl. És az Istennel kapcsolatban is a félelem, hogy hát ha ő levette a kezét rólunk, nem gondoskodik, nem... nem ö, megint csak a, a pápának a katekézise jut eszembe, hogy, hogy mesterte nem törődöl azzal, hogy mi elveszünk a tanítványok a, a bárkában. És ennek az ellenszere az csak is az, hogy hogy bízni abban, hogy, hogy van megtartottság, van gondviselés, hogy végül is, hogyha ez a, a létben való megtartottságunk van, akkor, akkor nincs mitől félünk, tehát nem történhet velünk semmi olyan, ami amitől ennyire szoronganunk kellene. És a rápörgésnek azt gondolom egy jó, jó ellenszere, hogy tehát amerre nézel, arra mész. Hogyha két óránként megnézed valamelyik hírportálon a híreket, és a, a napot 16 órájából, ami megadatik most, amit nagyon sok hasznos és értelmes dologgal tölthetnél, sok órát azzal töltesz, hogy egymást ismétlő híradásokat, egymásnak ellentmondó prognózisokat, és olvasol és rettenetes képsorokat nézel arról, hogy hogyan rakják hűtőkocsikba a, a koporsókat New Yorkban. Ez biztos, hogy nem a bizalmat fogja benned növelni. Tehát fontos tájékozódni, de azt gondolom, hogy napi fél óra vagy egy óra hírolvasás bőven elég, és egyébként pedig arra nézni, ahol, ahol, jó van. Tehát most gyönyörű az idő, itt a természetes, tehát ahogy a természet most újra születik körülöttünk, szerintem a félelmeinkből kihoz az, hogyha tudunk jelen lenni, jelen lenni a természetben, jelen lenni egymás számára, és leginkább jelen lenni Isten számára. Nagyon praktikus lesz az utolsó kérdés. Mit javasolsz, javasolsz családoknak, hogy töltsék el a szent három napot? Hogy tudjuk azt, amit eddig közösségben megéltünk otthon megteremteni? Azt gondolom, hogy fontos a tervezés, tehát a nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat vagy húsvét vasárnap előre átgondolása, hogy, hogy mikor lesz a mi családi imádságunk, lehet kapcsolódni, vagy a saját plébániához rengeteg ö, templomból közvetítik a, a szertartást, vagy a szendmisét. Mi a monostorból ugye minden zsorozsmát és minden liturgiát közvetíteni fogunk. És érdemes készülni előre. Például a nagycsütörtökön ö, a lábmosás, most ugye nem lehet elmenni a templomba, nem lehet látni azt, ahogyan a pap ö, megmossa 12 hívőnek a lábát, de ö, ha valakiben van bátorság, ezt kipróbálni, hogy mondjuk az édesapa, aki a kis családi egyházba, idézőjelbe egyházba, tehát a családi közösségben ő mondjuk megjelenítheti Jézusnak ezt a minket szerető, megalázkodó, leereszkedő gondoskodását, hogy ha oda van készítve a szertartás előtt egy víz, egy kancsó, meg egy kendő, akkor, akkor ki lehet ezt próbálni, hogy az apuka megmossa a, a családtagoknak a lábát. Ö, ugyanez, hogyha nincs, nincs lehetőség euk eukarisztián részt venni, hogy nagy csütörtökön mondjuk egy ilyen szertartáshoz kapcsolódóan utána ö, spontán áldást mondani a kenyér és a bor fölött, megtörni, és azt mondani, hogy mi, mi most ezt nem tudunk kapcsolódni, nem tudunk szentáldozáshoz járulni, de de ezt az áldott kenyeret most úgy veszük magunkhoz, hogy ezzel a mi egységünket, vagy a Krisztushoz tartozásunkat szeretnénk jelképesen megélni. Nagy pénteken kereszthódolatra legyen előkészítve a házi feszület, legyen kirakva, és a család eltölthet egy pár percet ki, -ki a maga szintjén, kisgyerekekkel nyilván máshogyan, mint felnőttekkel, de, de megélni ezt a kapcsolódást. És ugyanez a feltámadás a húsvét reggel, hogy beszélgetni erről, közvetítést meghallgatni, vagy vagy figyelni arra, hogy, hogy mi történik az olvasmányokban, vagy felolvasni az aznapra kirendelt olvasmányokat, és arról a családtagok egymás között, ha beszélgetnek. Tehát sok-sok lehetőség van. Én azt gondolom, hogy ez most egy a, nagykorúságnak a próbája, hogy, hogy a keresztény közösségek, a világi hívők ahhoz vannak szokva, hogy hát ilyenkor a pap vagy a szerzetes közösség az valamit csinál, és akkor mi pedig azt kapjuk készen, ahhoz úgy csatlakozhatunk, hogy most ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy, hogy ki, ki azt a maga részét bele tudja tenni, és megtapasztalja azt, hogy hogy működnek ezek a dolgok, hogyha nem készen kapjuk, hanem nekünk kell előre gondolkodni, tervezni, és, és beleállni ezekbe a helyzetekbe. Izsák, hogyha nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Köszönöm én is.